Sziasztok, szép jó reggelt kívánok nektek! Íme a karácsonyfánk, amit itt már megcsináltam, és most pedig szüleimhez megyek, és ott díszítünk fát, csomagolom be az ajándékokat, mert ezeket még nem csináltam meg, és általában ilyenkor szoktam egy jó kis zene mellett, karácsonyi zene mellett, és szépen megcsinálok mindent. Úgyhogy igazából itt elkészültem már, nagyon-nagyon szép a fa szerintem. Imádom ezt a havas fenyőt, ez egy új egyébként, most vettük, de nekem nagyon tetszik, úgyhogy elég jól fel tudtuk szerintem díszíteni. Picit kisebb, mint ahogy gondoltam volna, egy 80-as, de nem olyan rossz, és egyébként meg gyönyörűen néz ki így feldíszítve. Úgyhogy most az a program, hogy most 10:30 van, 10:30 felé harasztére fogok érni, és akkor igazából ott hát fogok segítkezni, amiben kell, de mondom, hogy az első fő célom az, hogy becsomagoljam az ajándékokat, mert ezek még nem történtek meg. Egy picit egy ilyen kis minimás minket tettem magamra. És maga a vacsora a családdal ilyen fél négy körül lesz, és utána az ajándékozás fog következni, úgyhogy ezekről is készíteni fogok nektek bejelentkezést, és természetesen az egész napokról. Na sziasztok, meg is érkeztem Harasztira, a szüleimhez. A karácsonyi zene az már megy, és a fát is most fogjuk díszíteni, úgyhogy ezeket mutatom is, és az ajándékokat is hamarosan csomagolom, mutatom a dekorációkat is, mert arra is érdemes figyelni, mert anyu nagyon szuper dekorációkat csinált. Képzeljétek, hogy most kezdem el csomagolni az ajándékokat. A fa előállt, és most itt elbújok egy szobában is. Most az ajándékok csomagolása következik. Na, örömmel jelentem nektek, hogy be vannak csomagolva az ajándékok, fel van díszítve a fa, és hát ezt nem mondom el, hogy kinek mit csomagoltam be, mert az úgy nagyon lelőném a poént, de szeretném megmutatni nektek az itthoni dekorációkat, mert elég jóra sikeredett, úgyhogy, illetve mutatom itt a fa díszeket is.
Szóval nem tudom, mennyire hangosan ez zene leérdezem, mert én ilyenkor úgy szoktam egyébként csomagolni is, meg fát díszíteni, hogy így megy már a kis karácsonyi zene. Alatta pedig láthatjátok, hogy ez a kis fény, ez ugye ilyen kis szőrös és nagyon cuki. Ugye ez ilyen elemes cucc, és azt hiszem ezeket anyu mind a kikben vette egyébként. És felülre, itt a polcra tettem még egy ilyen kis buát, aminek ugye ilyen fehér a vége, mintha havas lenne. És akkor itt mutatom a fát hagyom utoljára, mutatom a többi dekorációt, ezt a Pepco-ban vásároltuk együtt, azt tudom, illetve ezt is, ezt a kis, nem tudom, hogy hívják ezt, ilyen lámpásszerű dolog, nagyon-nagyon tetszik, és anyu megcsinálta be, tehát ez teljesen üres volt, és anyu igazából úgy csinálta meg, hogy van benne két kis angyalka, egy karácsonyfa, azt hiszem, hogy azt is a Pepco-ban vette, és ilyen kis gyertyák, ilyen kis, egyébként teljesen hűek, élethűek, így villognak, meg minden, szóval tényleg olyan, mintha egy igazi gyertya lenne benne, illetve vatta is van benne, és akkor így van megcsinálva, nagyon hangulatos, majd később, hogyha lesz az ebéd, illetve hát már vacsora, akkor meglátjátok, hogy mennyire jól mutat így az egész. Illetve anyu csinálta ezt, és ez egy ilyen kis szökőkút, és bevonta ilyen kis zöld-fehér boával ezt is. Ebben is van egy ilyen kis elemes gyertya. Én megmondom őszintén, hogy jobban szeretem az igazi gyertyákat, anyu nem szereti őket annyira, mert fél, hogy leég a ház. Nyilván ebben van némi igazság, de én akkor is jobban szeretem valamiért az igazi fákat. Vagy gyertyán. Ez is nagyon-nagyon szép egyébként fel, vagy begyújtva, ott is egy ilyen mű gyertya van, elemes, és akkor így igazából így nézünk ki. A fára visszatérek, vagy hát most jöhet a fa. A díszeket azt hiszem, hogy a Pepco-ból, Kikből, Tesco-ból, tehát ebből a háromból szereztük be, és ezt a masnit pedig a nővérem csinálta még jó pár évvel ezelőtt, és ezeket minden évben felhasználjuk, és ennek ilyen drót van a végén, és akkor úgy kötjük a fára, hogy mi szeretnénk. Úgyhogy nagyon szép, illetve vannak ilyen kis mini díszek, van itt egy ilyen sítalp, a Sanko, Christmas-es, van ilyen páros zokni, nézzétek milyen aranyos, ilyen kis szőrös a vége. Ezt képzeljétek, hogy DM-be vettem anyunak télapó ajándéknak, de Mikulásra vettem, és ezek is nagyon-nagyon jól mutatnak. Úgyhogy igazából ennyi, egy fehér fénnyel bolondítottuk meg az egészet, illetve ezek a boák iszonyatosan feldobják. Ezeket pedig az Ázsia Centerben vásároltam 350 forintért darabját. Szerintem nagyon-nagyon durván jól néz ki, és tényleg nagyon ilyen gazdaggá teszi az egészet, és természetesen Pepco-s a csillagrészünk is. Úgyhogy igazából így néz ki a kis fánk, műfenyőnk van, nekünk általában műfenyő szokott lenni, és képzeljétek el, hogy most a Tesco-ból vettünk egy újat, mert ez már nem az igazi, körülbelül 10 évvel van nekünk ez meg, és picit már eldőlt, tehát most is épp hogy tartja valami, mert itt pálcikával, vagy ilyen kis gyufával betömködtem, és akkor nem dől el az egész, úgyhogy már ráfért volna egy csere. Viszont képzeljétek el, amit a Tesco-ban vettünk, nagyon pici volt, szóval, hogy így úgy döntöttünk, hogy azt igazából visszavisszük, mert nem nagyon tetszett, és maradtunk ennél a réginél, ami 10 éves tényleg, de nagyon jól bírja. És akkor itt vannak az ajándékok, mindenkinek szépen be van csomagolva, úgyhogy ennyi. Még amit érdemes megmutatnom, az ez a kis fa, nagyon-nagyon szép, kis fehér. Ezt is meg lehet igazából szerintem gyűjteni, de ilyen most nem látszik annyira, de látjátok, ilyen hópihés, ilyen kis fényfüzér van rajta. Ezt is anyu szerezte be, és ő díszítette fel. Jó, egy-két díszt én is tettem rá. Aztán itt van egy ilyen kis karácsonyfa ezüst színben, azt hiszem sárgánycenteres, és nekem is van egy ilyen fenn a szobámban, úgyhogy ez is majd kivilágítva természetesen jól néz ki, szaloncukor. Nem szoktunk a fára tenni mostanában szaloncukrot, valamiért erről leszoktunk jó pár éve egyébként.
Aztán itt a kandallót érdemes megnézni, szerintem ez is nagyon gyönyörűre sikeredett. Itt is ugye ezek a boák, és ott is benne még van ilyen kis zöld boa, aminek ugye fehér a széle. Egy picit vissza ezekre a kis tárgyakra, van itt is ilyen kis gyertya, elektromos, van egy ilyen hógőm karácsonyfa dísz anyu nevével. Ezt nem is tudtam, hogy ilyet kapott. Kitől kapta ezt? Na majd megkérdezem. Ez is egy műgyertya, mielőtt azt hinnétek, hogy igazi, én az előbb azt hittem, hogy az. Van egy angyalka, hógőm, egyébként ezt körülbelül képzeljétek el, hogy szerintem hát 15 éve kaptam valakitől még, amikor gyerek voltam. Ezt pedig tavaly én vettem anyuiknak párban, vagy csináltuk? Mert Kiskunhalason volt egy ilyen Mikulás ünnepély, és akkor arra csináltuk igazából ilyen kis anyagból, szerintem ott vettem, vagy csináltam, vagy valami ilyesmi. Ez meg ugye tudjátok, ez a szokásos kis elektromos ilyen gyertya tartó, és nagyon szép, amikor megvan, tehát fel van kapcsolva. Ez pedig ugye a kis hóemberünk, ezt is meg lehet gyújtani, de lehet kapcsolni, angyalkák sora, és ez ilyen csilingelős, nagyon cuki. És ezt is ugye, ez az egész, ezen is van egy ilyen lámpasor, magán ezen a boán, ami szintén nagyon szépen világít, és nem olyan, kicsit ilyen arabos, keleties, de nekem nagyon tetszik, és messziről is nagyon szépen feldobja ezt a kandalló körüli részt. És itt van egy ilyen kis házikó, ezt nem tudom, szerintem anyu valamiért itt hagyta, ez indokolatlan. Vettünk csillagszórókat, úgyhogy azt is fogok gyújtani, vagy fogunk gyújtani, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik ez az este. És ezt ki is kapcsolom, majd egyben az egészet is láthatjátok, meg fogom nektek mutatni. Az asztal pedig így néz ki, ez a kis adventi koszorunk, amit egyébként szintén anyu csinált, ami úgy néz ki, hogy ezt a boát rá körbetekerte, egy ilyen fa, tudjátok, ilyen adventi koszorú alapra, és akkor ezek ilyen karácsonyfa díszek. Valami. Hallottam? Jó, mindegy. És akkor ezek is ilyen kis díszek, és ez csak oda van téve, látjátok. Illetve ugye négy gyertyát, akkor ezt külön vette hozzá anyu, és akkor igazából ennyi az egész. És hát így áll össze a kis karácsonyi asztal díszítésünk. De most lehet, hogy eszem valamit. Egyébként kész van a húsi. Ez lesz az egyik fő ételünk. Ez egy ilyen töltött húsi. Békönbe tekerve, ezt megláthatjátok, illetve anyu sütött ilyen kis sajtosudat, amit nagyon szeret a család. Hókifli, azt szerintem apu sütötte, Diós. És hát természetesen még egy csomóféle sütemény, meg kaja lesz, úgyhogy halászlé, amit ők passzíroztak. Úgyhogy lesz itt mit nézni, meg enni, úgyhogy hát most talán bekapcsolok valami karácsonyi filmet, mert még 3:30 van, és 3:45 körül jönnek a vendégek, illetve igazából a nővéremék jönnek, és az ő családja. Ennyi. Nem a figyelmeteket még erre a jó kis kopogtatóra, illetve hát ajtódíszre, amin nagyon szép kis karácsonyi dolgok vannak, és természetesen a boldog karácsony felirat is. Ezt azt hiszem, hogy kézen vette anyu, de szerintem nagyon szép.